jön a hosszú oldal felé. Hú, de veszélyes pillanatok voltak ott. Hát Kis Tamás mit csinált? És még nem szabadult fel a veszprémi kapu, most már igen. Nagyon bizonytalan volt ott a veszprémi kapus ennél a lehulló labdánál. És most a Füred tolja föl a védekező vonalát, ezzel beszükítve a területet. Gunter. Van beinduló ember. Még mindig ott a lehetőség. Bence. Bence rálövi Mikler. Nem volt erős a lövés. Lattenstein kéri a labdát, és kapja is, de megelőzik. Állva várta a labdát Lattenstein. Nagy versenyfutás, jön a lövés. És Miklernek ez nem is kellett volna hozzáérni, mert Szabó Bence lövése az oldalhálóban kötött volna ki. Vas. Van induló ember, most lehet versenyfutni Molnár Marcell gyorsabb ellenfelénél. Már a 16-oson belül Molnár Marcell, még ez a csel is jó. És kimaradt az első nagy helyzet. Bizony, Molnár Marcellt hagyták futni, és már is kialakított egy veszélyes szituációt a hazai együttes, ami egyébként az első fél időben, magyaráz az öveinek. Szépen tovább tett labda a bal oldalra, jön a beadás. Húha, ez egy nagy hiba volt, elcsúszott a füredi játékos, de még nála maradt a labda. Lattensteinnek teszi vissza, és egy zúgó kapufát lő Lattenstein. Na ez bizony helyzet volt a füredieknek, és még mindig ott van. De aztán ezzel a lövéssel most felszabadít. Talán Imrik László volt az, de Lattenstein most megvillant a lövő technikájával. Gunter. Az jó lehet ám Molnárnak, bizony. Molnár rá lövi fölé. Gunter. Az jó. Molnár Marcellnak, csak ezzel nem tud futni egyelőre. Majd most talán. Nagyon férfias csata a labdáért. Molnár reklamál egy kicsit, hogy őt bizony föllökték. Gunter fordít egyet a játékon. Szabó Bence cselez. Szabó, még mindig Szabó, ott a gólhelyzet, ott a lövés, és mellé, hát ilyet, pedig ez nagyon nagy helyzet volt most. Most jön a fürediek szabadrugása. Dobsa fejelte ki. Na, ki tud-e szabadulni a Veszprém most egy gyors indítással? Bizony, nagy zicser, gólhelyzetben, Gálfi, 1-0-ra vezet a Veszprém Gálfi góljával. Egyetlen egyszer meg tudott ugrani Gálfi most, Bencétől kapta a fantasztikus paszt, és begyalogolt vele, ezzel a góllal 1-0-ra vezet a második félidő 8. percében a Veszprém a Balatonfüred ellen, és ezzel ebben a pillanatban visszavette a vezetést a tabella élén. Szépen lefejelt labda. Imre, mindig Imre, jó a csel, ott a lövés, és Kis egy fantasztikusat védett, ez szép jelenet volt. És Imre ment saját labdájára, de szabálytalankodott Gunterrel szemben. Húha, nagy hiba Szabó gólhelyzetben, Szabó fölé lövi a nagy helyzetét. Rápó elrontotta Szabó Bence 100%-os zicser, de kimarad. Jól meg lehet csavarni ezt a labdát, akár ide visszarugni a rövid felsőbe. Nézzük, Imrik a hosszút választja, kipattanó labda, és belevetődnek a veszprémiek. De ebbe már nem tudnak belevetődni. És egyenlít a Füred Henmár góljával. Ide-oda pattogott a labda, és végül Hen tudott tisztán lőni 1-1 a 61. percben. Imrik László újra néhány perccel ezelőtt innen végezhetett el szabadrugást. Ott a fejes és fölé.
Csordás Máté érkezett a csatásort erősíteni. Csordás! És az első labdaérintésből akár gólt is szerezhetett volna Csordás. Beszorulnak most a füdediek a második félidőnek ebben a szakaszában. Olyan nagyon nem jönnek előre mostanság. Kelemen lövésre vissza, ott a lövés! És Molnár lövését védte lábbal Mikler Dániel.